Köszöntöm a kedves nézőket! Itt vagyunk Bad Homburgban, a Monte Carlo Historic Rally 0. napján, hiszen most történnek a gépkocsik gépátvételei. De hát erről beszéljen inkább a versenyző Tóth Barnabás. Igen, most fogunk nem sokára sorra kerülni. Mögöttünk áll Aaltonen, ez plusz izgalmakat hozott a versenybe, hogy egy ilyen rangú ember itt van közöttünk velünk. Hát nagyon bízunk benne, hogy minden rendben lesz, és holnap rajthoz állunk gondmentesen. Megvolt az adminisztráció is, Szalkai Tamás kollégánk, aki egyben a navigátor is, ő végezte ezt el. Mennyire volt ez bonyolult, Tamás? Tulajdonképpen minden flottul ment, ahogy egyébként minden szokott itt történni a Monte Carlo Historicon. Nagyon-nagyon profi módra intézték az adminisztrációt, megkaptuk a szükséges matricákat, el is helyeztük az autón, azt talán látszik is itt a háttérben, miként a többi versenyző is, gyakorlatilag már csak a gépátvétel van hátra. És már csak egy kérdésem lenne Nagy Gábor szerelőhöz. Te ismered az autót, te készítetted tőle az autót. Ugye biztos, hogy végigmegy az autó? Biztos, hogy végigmegy. Mindent megtettünk azért, hogy így legyen. Ha esetleg valami kis műszakiba becsúszna, bármit képes vagy elhárítani? Hát na, varázspálcám nincs, de amiben tudok, segítek. Ott leszek mögöttek, és amiben tudok, segítek egyből. Hát azt hiszem, rövid, tömör véleménye mindenkinek megvan a mai napról. Nagyon-nagyon izgulunk. Még egy gépátvétel, aztán egy nagy alvás vár a csapatra, és hát nagyjából holnap ilyenkor már hegyen, völgyön, árkon, bokron keresztül elindul a mezőny, és az első versenynap, ami talán legkeményebb lesz az egész túra során, megindul. Köszönjük szépen, és hát azt kívánhatom a fiúknak, hogy mindent bele, és hajrá!